Most még egyszer egy sávon közlekednek az autók Kecskemét és Nagykőrös között, ez azonban hamarosan megváltozik. A NIF ZRT beruházásában megvalósuló projekt során a 441-es számú főút mintegy 3 kilométeres kecskeméti szakaszát négy sávosra bővítik, az északi elkerülő körforgalmától a Matthiasz János általános iskoláig, valamint a 445-ös kecskeméti északi elkerülő és a nagykörösi téglagyári utca között 7,3 kilométeren a meglévő kétszer egysávos burkolatot megerősítik. Ebben a formájában már nem tudja megfelelő színvonalon kiszolgálni sem a katonatelepiek, sem a két város között ingázók, sem az átutazók igényét. Ezért öröm a hamarosan kezdődő beruházás. Ahol most állunk, két év múlva már kétszer két sávon suhanhatnak a járművek. Erre komoly igény is van, hiszen Katonatelep egyik legdinamikusabban fejlődő városrész. Elsősorban gyermekeket nevelő családok otthona. Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester kiemelte, az út kiszélesítése hosszú távon szolgálja majd az itt élők biztonságát és kényelmes közlekedését is. Az eseményen Szemereini Pataki Klaudia polgármester azt mondta, a célok elérésében szövetségesekre leltek. Kecskemét a térség szíve és lelke, és egy szív az maga lüktetés dolgozik és folyamatosan szállítja szükséges energiát a különböző helyekre. Hát mi is így gondoljuk ezt a mai útépítés kapcsán, hogy dolgozik a város motorja folyamatos mozgásban van, és olyan mértékben van mozgásban, hogy egész Nagykőrös Ceglédig is kiterjed az a munka, ami itt elkezdődött 2010-ben. Dr. Cira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere elmondta, kétségtelen régi feladat már a 441-es főút megújítása, hiszen az út hatalmas forgalmat bonyolít. Munkahelyre, iskolába utaznak, az egészségügyi ellátást szeretnék igénybe venni a szomszéd városban. Vásárlás, vásározás, szórakozás, vagy éppen hivatalos ügyek intézése, számos élethelyzet, számos ok, amiért használják ezt az utat, ami igazán megérett már a megújulásra. Nem csoda hát, ha sokak által várt nap ez a mai, amikor elindul a projekt, kezdődik az építkezés. Pántja József, a NIF ZRT útfejlesztési igazgatója elmondta, a szakaszon 11 darab új útcsatlakozás épül, a négysávosított katonatelepi szakaszon 6 jelzőlámpás csomópont, 3 járműosztályozós csomópont, valamint egy jelzőlámpával szabályozott gyalogátkelőhely is létesül, új kerékpárutat alakítanak ki, a régi helyett az út másik oldalán. Áthelyezik a szakaszon található buszöblöket, melyekből 8 pár újjáépül. A munkálatokat várhatóan 2023 évvégén, 2024 elején fejezik be. A projekt a térségi közúti beruházások programnak köszönhetően nettó 8,5 milliárd forint hazai forrásból valósul meg.